Sziasztok, Zsuzsi vagyok. Most egy olyan videót hoztam nektek, amiben mutatok 7 olyan drogériás terméket, amit újra vettem. És nagyon fontos, most direkt úgy választottam termékeket, amiket valóban újra vettem, tehát nem újra venném, nem lehet, hogy esetleg újra venném, hanem ezek tényleg olyan termékek, amik kipróbáltak, és azt mondtam, hogy én újra és újra szívesen megveszem ezeket a termékeket. Hogyha szereted az ilyen jellegű videókat, akkor nyomj egy lájkot nekem erre a videóra, és akkor tudom, hogy hozzak még ehhez hasonló tartalmat nektek, illetve hogyha szereted a sminkes tartalmakat, akkor ne felejts el feliratkozni a csatornámra. Össze-vissza fogok haladni, tehát nem az alaptól a szemceruza felé, vagy nem tudom, hanem így tényleg össze-vissza, ami így ide kerül a kezembe, és kezdeném 2 pirosítóval, ugyanis így úgy tűnik, hogy én nagyon kedvelem a drogériás pirosítókat, és ezek közül szerintem ami a legdurvább, de tényleg, az az, hogy én az Alverdének ezt a pirosítóját, ez a Pretty Terra nevezetű árnyalat, ezt én újra vettem. Tehát egészen konkrétan elhasználtam egyet ebből az árnyalatból, tehát ebből a Pretty Terra árnyalatból, és én annyira szerettem, hogy vettem belőle még egyet. Az elhasználtam, azért az azt jelenti, hogy elértem a tégeinek az alját, és utána viszont megromlott. Tehát egy olyan 2-3 év használat után elkezdte elveszteni a pigmentáltságát, úgyhogy úgy döntöttem, hogy nekem megéri lecserélni, de azért egy pirosítónál tudjátok elérni a tégei alját, azért az szerintem nem kis dolog. Tényleg nagyon-nagyon kedvelem ezt a pirosítót, pont jó a pigmentáltsága, tehát hogy nem is azt érzem, hogy túl erős lenne, nem is túl gyenge, hanem tényleg egy ilyen nagyon szép hétköznapi árnyalat, nagyon jól lehet a mindennapokban használni, télen is szeretem, nyáron is szeretem, szóval nekem ez az Alverde pirosító nagyon-nagyon bejött, és tényleg csak jó szívvel tudom ajánlani, hogy próbálgassatok nyugodtan Alverde pirosítókat, mert szerintem ez egy nagyon jó kis termék. És van ám még egy drogériás pirosító, amit újra vettem, mondjuk ettől a márkától vettem több pirosító, tehát nem ugyanazt a szint vettem újra, és ez nem más, mint a Lovely-nak a pirosítói. Most itt egyébként konkrétan 3 ilyen kis Lovely pirosító van nálam, de van egyébként egy 4. Lovely pirosítóm, és volt egy 5. Lovely pirosítóm, amit viszont elajándékoztam, mert egyszerűen volt már olyan szín így a gyűjteményemben, úgyhogy felesleges volt 2 ugyanolyan pirosító, de én nagyon szeretem, tehát ár-érték arányban ezek nagyon jó kis pirosítók, egyfelől van egy ilyen kis fényes, ez az Oho pirosító, látjátok, ezen már a tége is jó nagy, gyönyörű fénye van, nagyon szeretem ezt a pirosítót, ez inkább talán egy ilyen nyárias árnyalat, aztán ebből a Natural Beauty Blusherből, ebből volt nekem 2, ez konkrétan a 06-os árnyalat, ez egy icipicit világos számomra, tehát így télen tudom használni, de egyébként világos ez a pirosító, úgyhogy ezzel ez egy problémám van, de a textúráját, formuláját nagyon-nagyon szeretem, és a legújabb Lovely pirosítóm, ez a Let It Be kollekcióból, ez az ilyen korallos árnyalatú pirosító, tényleg egy szuper kis pirosító, nagyon szépen pigmentált, ez talán a legpigmentáltabb egyébként, de nagyon szép tartósak a Lovely pirosítók, könnyen elérhetőek, úgyhogy szerintem nyugodtan csapjatok le egy-egy Lovely pirosítóra, hogyha tetszik az árnyalat. Aztán hoztam highlightert is. Ez is olyan, hogy nem pont ugyanazt az árnyalatot vettem meg, de én nekem először megvolt a Vivien Szabónak ez a kis duo highlightere, ez a 02 Champs-Élysées nevezetű highlighterük. Szerintem ez folyamatosan kapható, tehát hogyha jól emlékszem, akkor ez nem ilyen limitált kiadás volt. Ebből is egyébként ennek a kicsit ilyen barackosabb árnyalatnak már elértem a tégeinek az alját, de ezt az aranyárnyalatot is nagyon sokat használom. Egyébként ez egy viszonylag visszafogottabb highlighter. Azért vannak ennél visszafogottabb highlightereim, de ez egy ilyen viszonylag hétköznapokra jól használható highlighter, úgyhogy én ezért szeretem ezt a highlightert, nagyon-nagyon szép színe van, nagyon szépen fennmarad, és tényleg pont annyi intenzitást ad, amennyit én így hétköznapokon szeretek, úgyhogy nekem ez volt az első ilyen Vivien Szabó highlighterem, és én annyira felbuzdultam rajta, hogy vettem bátran másik Vivien Szabó highlightert, és ezt a francia polinézia highlightert is megvettem, és ugyanúgy más egyébként a formulája a kettőnek, ez egy picit ilyen keményebbre préselt formulájú highlighter, mint ez, de én ezt is nagyon-nagyon szeretem. Úgyhogy ebben egy kicsit ilyen hidegebb árnyalatú highlighterek vannak, de nyáron is szépen használható, most télen is nagyon szívesen használom. Úgyhogy szerintem, hogyha a Vivien Szabónál megtetszik nektek egy highlighter, akkor bátran lehet vele próbálkozni. Nekem eddig csak jó tapasztalatom volt vele. Hoztam még 2 arcra való terméket, ami szerintem nem lesz meglepő.
Nagyon-nagyon sokan szeretik ezeket a termékeket, és én is nagyon jó szívvel tudom ajánlani, ugyanis többször újra vettem őket, ez nem más, mint a Catrice-nek, ez az HD Liquid Coverage alapozója. Nekem kombinált bőröm van, úgyhogy nem tudom, hogy egy száraz bőrön hogyan működik, de kombinált bőrön nagyon-nagyon szép matt finise van, úgyhogy nálam ez abszolút kedvenc, ez az alapozó, szerintem ez már a harmadik üveg, amit használok belőle, illetve a Catrice-nek ez a Liquid Coverage, nem, Liquid Camouflage korrektora, ezt is úgy szintén szerintem nagyon sokaktól már hallottátok, valószínűleg nagyon sokan már ki is próbáltátok. Nekem ez tényleg egy olyan korrektor, ami így árérték arányban az egyik legjobbnak tartom, nagyon szívesen újra vettem, és azt hiszem ebből is ez már a harmadik tubus, amit használok, és a továbbiakban is szerintem, hogyha ez elfogy, akkor újra fogom venni. Tudom, hogy ezt a két alapozó terméket, ezt a két alapterméket, hogyha ott van a gyűjteményemben, akkor, hogyha bármi van, akkor elő tudom kapni, és megbízhatok bennük, mert tudom, hogy szép lesz, és jól fog sikerülni a sminkem ezekkel a termékekkel. Hoztam nektek két szemceruzát, illetve ez ugyanannak a márkának ugyanaz a típusú szemceruzája, de én ugye már kettő árnyalatot vettem belőle, és ez nem más, mint a Rimmelnek, ez a Scandal Eyes nevezető szemceruzájuk. Ez nem egy új termék a drogériában, de egyébként azt hiszem bármi, amit itt mutattam, ezek nem új termékek, hiszen azért tudtam már én is többször újra venni, mert hogy elfogytak az évek alatt a használat során. Szóval, Rimmel Scandal Eyes szemceruzák. Én nagyon-nagyon szeretem ezeknek a szemceruzáknak a formuláját, hihetetlenül krémesek és puhák, viszont, hogyha egyszer leszáradnak a helyükön, egy pici időt kell nekik hagyni, akkor gyönyörűen fennmaradnak. Tehát nagyon szép tartós szemceruzák, ez egy ilyen igazi klasszikus, ilyen navy blue, ilyen tengerészkék árnyalat, ez pedig egy ilyen kicsit ilyen csillámos barna árnyalat, és az az igazság, hogy én abszolút tervezem, hogy ebből nagyon szeretnék zöldet, lilát, illetve a fekete szemceruzájukat is szeretném megvenni, mert ezek nagyon szépen megmaradnak a vízvonalban is. Nem egész nap, nekem nincsen olyan termék, ami szerintem egész nap megmaradna a vízvonalban, de tényleg nagyon-nagyon szép tartós termékekről van szó. Van még két rúzs, szerintem egyik se lesz nagyon nagy meglepetés. Az első, amit mutatok nektek, az a Lovely-nak, ez a K-Lips ilyen lipkitje, amihez ugye van egy szájceruza és egy folyékony rúzs. Ez nekem már a harmadik ilyen K-Lips-es folyékony rúzsom, és az az igazság, hogy nekem az egyik kedvenc barna árnyalatom az ebből a Milky Brown, amit szerintem újra is fogok venni. Próbáltam még a Lovely árnyalatot, az egy ilyen rózsaszínesebb árnyalat, és ez a Magic Desert, mindjárt csinálok nektek belőle egy swatchot, ez valahol a kettő között van. Tehát ez valahol a egészen barnás, ilyen Milky Brown és az egészen rózsaszínes Lovely árnyalat között van. Én nagyon-nagyon kedvelem, tényleg egy ilyen nagyon jó ár-érték arányban elérhető termékről van szó. Egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy azért vannak már ennél jobb formulák, tehát ennél jobb folyékony rúzs formulák, de azért ez egy nagyon szép tartós formula, tényleg nekem bizonyított, mert többször is újra vettem, és simán újra venném a továbbiakban is. Ez azért még egyébként a kicsit ilyen vastagabb formulájú folyékony rúzs, de gyönyörűen leszárad, alapvetően tartós, nyilván evés után ezt újra kell tenni, én ezt nem is várom el egy folyékony rúzstól, hogy ne kelljen, bár tudom, hogy már tényleg vannak olyan formulák, amik elképesztően jól bírják, ez azért még nem az a formula, de szerintem gyönyörű színekben kapható, és amellett, hogy ezek nude színek, de valahogy nagyon különleges, szép nude színek, szóval, hogyha találsz olyan árnyalatot, amit így azt érzed, hogy nagyon tetszik, akkor szerintem nyugodtan meg lehet venni. És hoztam nektek még egy rúst, ez nem más, mint az Essence-nek, ezek a long lasting formulájú rúzsai. Na, ez egyáltalán nem long lasting, tehát hogy nem, ez nem long lasting. Ne azért vegyétek meg, mert hogy tartósak lennének, hanem azért, mert ezek nagyon jó áron kapható, ilyen igazi klasszikus rúzsok, és szerintem ezeknek is nagyon szép árnyalataik vannak. Ez az egyik kedvencem, ez a 01-es Curious árnyalat, majd le is fogom nektek írni, ez egy ilyen egészen hideg, ilyen enyhén lilába hajló barnás árnyalat, szerintem nagyon különleges, én nagyon sokat kerestem ehhez hasonlót, de nem nagyon találtam, és a másik, ez a 03-as Unforgettable árnyalat, ez egy ilyen gyönyörű, igazi, mindennapi nude árnyalat, ez pedig ez lenne. Nagyon szereti az ajkam egyébként ezeket a rúzsokat, tehát, hogy nem szárítja az ajkamat, kényelmes viselet, de ugye ezek tényleg ilyen klasszikus rúzsok, tehát ezek nem matt rúzsok, hanem ilyen klasszikus sejemfényük van. Én abszolút szeretem ezeket a klasszikus rúzs formulákat.
és tényleg könnyen elérhetőek, jó áron vannak, úgyhogy én azt mondom, hogy nyugodtan kísérletezzetek az Essence rúzsokkal, mert nagyon jó kis rúzsformulákkal jönnek ki. Remélem, hogy érdekesnek és hasznosnak találtátok ezt a videót, hogyha nektek is van olyan termék a drogériából, amit újra vettetek már, akkor azt hagyjátok itt lent a kommentben, mert ezzel nekem is segítetek. Illetve a többieknek, akik olvassák a komment szekciót, ez nekik is ilyen jó kis tipp parádé lehet, hogyha itt hagyjátok, hogy mi az, amit ajánlotok, hogy simán, nyugodtan újra lehet venni. Remélem, hogy nektek is vannak ilyen jó tapasztalataitok a drogériákból, és remélem, hamarosan találkozunk. Sziasztok!